Eszter van. És a legjobb ebben az, hogy én itt vagyok önökkel, együtt mulatunk, egy kicsit beszélgetünk, aztán persze visszaadom önöket a családjuknak, a szeretteiknek, a szerelmeiknek, és természetesen az éjféli harangszónak. Én azt hiszem, hogy ebben a mai műsorban a Tea Glóriával nagyon sok vidámságot nyújt önöknek, de azért lesz szó egy kis egészségről, arról, hogy akár szilveszterkor is óvhatjuk a gyomrunkat, a szívünket, az energiánkat, de fogunk beszélgetni arról, hogy például ötvös csillagművésznő hogy tölti a szilvesztert, vagy készítünk koktélokat, sok jó tanácsot adunk majd az új évre, és egyáltalán jól érezzük magunkat így együtt. És ehhez már is szeretettel köszöntöm Görei pap Ildikót, akit hát nagyon örülök, hogy egy kicsit a szilveszter estéjéből ránk áldoz. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, Glória, és azért jöttem, hogy megelőzzük azokat a dolgokat, ami esetleg szilveszterkor történhet velünk. Hát történhet, vegyük sorra. Hát először is szeretünk enni. Nagyon. És már hetekkel, hónapokkal szilveszter előtt azon törtük a fejünket, hogy úristen, mi legyen a szilveszteri vacsora, és megvan ennek bizony a hátulütője, és ne beszéljünk arról természetesen, hogy hány kalóriát viszünk be, ugye szerintem elmondják naponta. Én azt fogom elmondani, mit tehetünk annak érdekében, hogy ne hízzunk fel 2-3 kilót a szilveszteri vacsora után, ne ártson meg nekünk az a sok finomság, ne ártson meg nekünk az alkohol, és a lehető legfrissebben táncoljunk hajnalig. Mit szólsz hozzá, Glória? Elmondjam ezeket a recepteket? Most, amíg még nem késő. Ha szabad ilyet mondani. Amíg még nem késő, és természetesen azok a szerencsések, akiknek van mivel ezt elvégeznie. Én tréfásan szoktam azt mondani, hogy ez a másodtestem, mert amikor kibillenek az egyensúlyomból, rögtön tudom, és akkor hopsz, visszabillent engem abban a harmóniában és abban az egyensúlyban, amiben nekem lennem kell. Úgyhogy én el tudom mondani a recepteket, hogy hogyan ne hízzunk meg például 3 nap alatt 3 kilót, igaz? Mert jön a szilveszter, ugye már most csörög a nyálam, hogy úristen, mikor vacsorázhatunk már végre. Nem mesélem el, mit főztünk, ne is kérdezd. 10 millió kalória az egész. És a következő dolog, ugye hát a rengeteg finomság, ugye a finom borok, a pezsgő, egyebek. És ugye ez el tudja álmosítani is az embert. Hogyne, hát azért nagyon sokan vannak úgy, hogy jaj, csak bírjam ki az éjfélt. Aha, na én most mondok olyat, amitől nem csak az éjfélt fogja kibírni, hanem még másnap reggelig is táncolni fog. De kezdjük az elején, jó? Jó. Na, hát akkor kezdjük a vacsoránál. Ugye terített az asztalunk, és számos dolog van rajta, saláták, egyebek, a készétel, a bor, a víz, a minden, és akkor ajánlok egy fantasztikus receptet, ugye, van nekünk ez a kis varázskészülékünk, amivel mi gyakorlatilag az egészség rezgéseire tudjuk hangolni az egész szilveszteri asztalt. Bekapcsoltam szépen a készüléket. A készülék olyan rezgéseket bocsájt ki, amivel átalakít sokkal egészségesebbé mindent, ami az asztalon van. Figyelem, elárulok egy titkot, de a tévénézők ezt négy szem közt kezeljék. Ha ez a kis készülék működik az alkohol mellett, akkor az alkoholnak nem lesz olyan toxikus hatása, mint amilyen lenne nélküle. Sőt, elárulom a tévénézőknek azt is, hogyha ezzel a pici eszközzel megkezelik a bort vagy a pezsgőt, 2-3 annyit is megihatnak belőle. Ennél fogva sem a májuk nem lesz leterhelve, sem az agyuk nem lesz leterhelve. Egyébként ezt meg fogjuk csinálni, jó? Jó. Glória, megcsináljuk? Megkipróbálod és elmeséled, jó? Rendben van. Rendben van. Szabadon foglak. Aztán
ha mégis az történt, hogy úristen, most többet ettem a kelleténél, meg ugye mit csinálunk? Itt van a finom sült kacsa, ott van az a finom, nem is tudom én mi, a már torták, a sütik, csak a minden, kívánja. És mindent meg szeretnénk próbálni, így kóstolni. Van. És ugye tudjuk, hogy az a legborzasztóbb, mikor a szervezetet leterheljük különböző, és ráadásul ilyen nehéz élelmiszerekkel, amit elég nehéz megemészteni. És mit csináljunk, ha elnehezedett a gyomrunk mégis? Akkor szépen fogjuk a pici eszközt, akár ugyanabban az üzemmódban, de átállítjuk a univerzális üzemmódban. Egy elegáns mozdulattal felhúzzuk a blúzunkat, hogy senki se lássa, és elkezdjük a hasunkat a köldökünktől spirál vonalban masszírozni nagyon lassan, és azt fogjuk észrevenni, hogy gyakorlatilag 10 perc alatt beindul az emésztésünk. Uh-huh. Ha kevés volt egy kezelés, lehet végezni még egyet, valamint a vízünket, egy pohár vizet ugyanúgy kezeljünk meg ezzel a készréke, ígyuk meg, és azt fogjuk észrevenni, hogy rögtön megkönnyebbültünk, szinte beindul az emésztés, beindulnak a belek működni. Egy biztos, és én ezt állítom, és tényleg szavamon foghatnak, amióta használom ezeket az eszközöket, azóta sem húsvétkor, sem karácsonykor bármilyen csodálatos, gyönyörű, terített asztal legyen, én egy dekát nem hízom soha, mióta ez az eszközöm megvan. És azelőtt rettegtem a karácsonytól, rettegtem a szilvesztertől, rettegtem mindentől, mert nálunk ugye nagy baráti társaságok, az a sok finomság. Észre se veszi az ember, hogy mindig egy kicsit jár a keze. És utána csak azt néztük, úristen, és megint 2 kiló, megint 3, megint 4, és megint szűk a szoknya, és szűk a nadrág. Na, ilyen azóta velem nem fordul elő. Soha. Tehát ez egy fantasztikusan jó dolog, hogy felgyorsítsuk az agyagcserénket, gyorsan a szervezet vezesse ki a fölösleges dolgokat, és ne lepődjünk meg azon, hogy másnap 3-szor, 4-szer, vagy akár 5-ször elmegyünk abba a bizonyos helyiségbe, amiben normál esetben ugye egyszer szoktunk járni, de itt viszont többször fogjuk meglátogatni, mert a készülék olyan szinten beindítja, tehát több élelmiszert vittük be, felgyorsítja az anyagcserét, és kitisztít mindent nagyon gyorsan. Ez egy fantasztikus dolog. Na mondjuk valakinek nem volt ott szilveszter éjszaka, de mondjuk másnap találkozik valakivel, és az ő panaszkodik a macskajaira, nagyon tele van a feje. Igen. Mit lehet ilyenkor csinálni? Tuti tippet mondok. Azt is elárulom, hogy ez nagyon ki volt próbálva a lányom még annak idején, mikor még nem volt meg a kisbabája. Ők is eljártak bulizni a barátjával, és másnap hazajöttek, és nagyon komoly volt a macska jaj, mert nagyon szerették a koktélokat, ugye? Tehát most is divat a koktél, de a koktél az ugye különböző alkoholos és egyéb italból van összekeverve, és ennél fogva megint csak nagyon leterheli a májunkat, leterheli a szervezetünket. Szóval hazajöttek az én gyerekeim. Hatalmas volt a macska jaj, reggel alig bírták kinyitni a szemüket, pedig lehet, hogy csak 2-3 koktélt ittak meg. És akkor az első mozdulatuk a készülék felé volt, oxigénüzemmód, uh-huh. nyakiverőér, és ájuláspóz. 10 perc múlva feltámadtak, ugyanezzel az oxigénnel egy pohár víz, és gyakorlatilag hát 1 óra múlva, ha még megismételték az oxigén kezelést a pulzuson, kutya bajuk nem volt. Mehettek a következő buliba. Tehát én állítom, ugye a macska jaj, ha 10-es skálán tudjuk pontozni, és ha ez csak egy ilyen 7-es, 8-as volt, ugye a 10-es az a teljes K.O., akkor én azt mondom, hogy fél óra, 1 óra alatt fejfájásmentesen, hány inger nélkül, másnaposság nélkül át lehet vészelni a dolgot. Akkor ez egy csodakütyű, nyugodtan elmondhatjuk. Hát én nem szeretem így nevezni, mert igazából tudományban csodák nincsenek, ugye? A tudomány az most már hála jó Istennek, tehát olyan dolgokat tud létrehozni, ami előtt én mélységesen meghajtom a fejemet. Ez nem csoda, ez tudomány. Tehát ez egy olyan orvostechnikai eszköz, ami még szilveszterkor is használható. Nagyon-nagyon tetszik a dolog, főleg azért, mert egy
kis lelkiismeret furdalást levesz az emberről, és már ugye vidámabban mulathat, mert nincs az a feszültség mögötte. De például, ugye szeretnénk mást is csinálni, esetleg félrevonulni a kedvesünkkel, és úgy tudom, hogy erre neked valami különleges dolgod van. Ó, hát erre szerintem a műsoridő kevés lesz. Claudia, erre kevés lesz a műsoridő. Én eleve mindenkinek azt kívánom, a kedves nézőknek azt kívánom, hogy a 2015-ös év szerelemben teljen, szerelemben teljen, boldogságban teljen, nagyon sok boldogságot kívánok mindenkinek a 2015-ös évre, és az összes többi évre, ami csak következik, és természetesen megvan hozzá az eszközünk ehhez is. Én bemutatnám önöknek azokat a kis elektronikus afrodiziákumokat, ez a Vénusz és az Érosz, ami a 2015-ös évben a párokat hangolja egymáshoz. Éljék át azokat az élményeket, amiket eddig nem éltek át. Legyenek boldogok a családok, legyenek boldogok a nők a párjukkal, legyen boldogság az egész világon. És hát ezek a pici eszközök ezt szolgálják szóval igazából. Egyiket a hölgy, a másikat igen, az úr viseli igen, magán, vagy a igen. zsebében. Igen, tehát vagy a zsebében, vagy a nyakában, és ezeken olyan jelek vannak rögzítve, tehát ezek icipici kis generátorok, nanotechnológia, és gyakorlatilag nagyon pici a hő hatására indul be a szervezettel ez a fajta kölcsönhatás, és azokat a mezőket hangolja egymáshoz, a szerelmeseket úgy hangolja egymáshoz, hogy olyan gyönyöröket tudnak átélni, amit eddig még nem éltek át, és nagyon gyorsan összehangolódik a szexuális életük, a párok, akik elhidegültek esetleg egymástól, tudom nekik ajánlani, mint a párkapcsolat terapeutáját például. Fantasztikusan jól hat a hölgyekre is, tehát azok is viselhetik, akiknek nincsenek párkapcsolati problémáik, viszont vannak különböző hormonrendszeri problémáik. És ez lehet bármilyen menstruációs ciklus, vagy akár klímax, bármi, a Vénusz medált tudom ajánlani nekik. Vagy akik esetleg babát szeretnének. Babát szeretnének nekik is, de erre azért van nekünk ütősebb, igen, ütősebb kezelések vannak, amit ugye a kompakttal el lehet végezni, vagy a Triomed Universállal, de itt elmondom, hogy akár a frigiditásnak is vége, vagy az impotenciának, mert fantasztikusan jól lehet ezeket a dolgokat is kezelni. És én csodálkozom, hogy kanyarodtunk el az asztaltól az ágyig. Hát ez így szokott lenni, valljuk be, hogy az életben ez nagyon sokszor megtörténik. Végül igen. is úgy, hogy mindenféle jót szeretnénk elmondani a nézőknek, igen. és... Én örülök neki, mert ugye új év kezdődik, új elhatározások. Igen. Biztosan sokan mondják, hogy na ebben az évben már jó lenne, hogyha kisbabánk lenne, ha rendeződnének a kapcsolataink, tehát ez végül is mind-mind arra szolgál. Az ágy és az asztal. Igen. Az ágy és az asztal szorosan összefügg egymással, és az öregek ugye még tudták ennek a jelentőségét, és mélységesen át tudták adni ugye ezeket a tudásokat is a fiataloknak, hogy mennyire fontos egy párkapcsolatban az, hogy terített asztal, hogy a férjünket a terített asztalhoz várjuk, valamint hogy az ágyban is minden rendben legyen, igaz? Én úgy gondolom, hogyha most is ezt követnénk, ezeket a régi tanácsokat, akkor sokkal boldogabbak lennének a párok is. Hát, mi ehhez teszünk hozzá gyakorlatilag, ezek nagyon finom, természetes biojelek, és én azt mondom, hogy azokat az ősi szeretetrezgéseket, vagy szerelemrezgéseket, azokat az ősi energiákat szabadítja fel, ami valamennyiünkben benne van, de valami miatt le van blokkolódva, hiszen rengetegen vannak nők, férfiak, akik valami miatt különböző blokkok miatt küzdenek, valami visszatartja őket attól, hogy átéljék azokat az érzéseket, amik bennük vannak. Hát én a 2015-ös évre azt kívánom, hogy legyenek nagyon boldogok, és érdeklődjenek nálunk, elmondjuk a szerelem kulcsát és a szerelem titkait. Egyetértek, kedves Ildikó!
Önök pedig forduljanak a jó rezgésekhez is 2015-ben. Mit ér a szerelem, ha senki nincs velem, ha sosem láthatom, akiről álmodom? Ha csak álomkép, szeretni mégis szép, ó, nincsen erre szó, szeretni mindig jó. Mondják a szerelem, örökös gyötrelem, túl sok vagy túl kevés, több könny, mint nevetés. Hát érd be ennyivel, remélni, hinni kell, hogy egyszer vár még rád egy csöpp kis boldogság. Hegycsúcs és szakadék, sehol nincs menedék, féltés és félelem, az egész életem. Aki még sose félt, az talán nem is élt, mert élni kis öröm, rengeteg fájó könny. Mit ér a szerelem, csak gondot ad nekem, a szívem lázban ég, s elnyel a vak sötét. Ragyog a napsugár, egyszer még rád talál, vannak még kis csodák, s ez több, mint gondolnád. Nézd rám, itt állok én, bennem sincs sok remény, de amíg adhatok, egy kis fény rám ragyog. Mit ér a szerelem, nem kérdem sohasem, hisz nincsen erre szó, szeretni mindig jó.